Az Öböl Televízió híradója következik. Köszöntöm Önöket! Nézzük főbb híreinket először egy-egy mondatban. Avató ünnepség Főkajáron. 4 év után nyitotta ki kapuit a művelődési ház. Nemzeti összetartozás napja. Felvidéki, erdélyi és kárpátaljai magyarokkal emlékeztek a litériek. Fair play. Különleges focigálát tartottak Balatonkenesén. Ünnepélyes keretek között átadták a Balatonfőkajári Művelődési Ház felújított épületét. Az önkormányzat támogatásával a Helyi Falu Múzeum Egyesület a Darányi Ignác terv keretében nyert forrást a teljes megújításra. A közösségi ház korábbi leromlott állapota miatt közel 4 évig volt zárva. Kívülbelül megújult a Balatonfőkajári Kultúrház. Az épület homlokzatát, az összes belső teret, a nyilászárókat, a vizes blokkokat és a berendezés nagy részét is megújították a Darányi Ignác terv keretében kiírt pályázatból. Kulturált helyen modern gépekkel internetezhetnek a jövőben a fiatalok, és a tervek szerint az udvaron is lesz vezeték nélküli kapcsolat. A településen működő Falu Múzeum Egyesület nyújtotta be a pályázatot, a kivitelezéshez pedig a helyi önkormányzat anyagilag is hozzájárult. Az önkormányzat ezt mindegy 6-7 millió forinttal egészítette ki, mert közben kiderült, hogy az épület sokkal rosszabb állagú, mint ami erre gondoltunk. Gyakorlatilag 90-95%-ban megújult az épület szerkezete. Emellett tudtunk egy kicsit előrelépni az energiatakarékosság terén, hiszen a használati melegvizet napkollektorok adják, tehát erre gázrezsit, egyebet nem kell pazarolni, illetve ki tudtuk alakítani úgy a szolgáltató tereket, hogy minden létesítményünk több funkciós, tehát minden terem több dologra is alkalmas, és a sokrétűbb az a tanoda foglalkoztató rész, ahol a számítógépek vannak, tárgyalni lehet, egy ilyen kis társalgó is kialakult, illetve kialakítottunk 2 olyan irodát, amelybe tudjuk alkalmazni a saját emberünket, hiszen lesz egy dolgozónk, aki a hét minden napján itt fog dolgozni, illetve a társ hatóságoknak vagy a társ szolgáltatóknak, így a állami foglalkoztatási szolgálat vagy adott esetben a falugazdász hálózat teret tudunk adni, így helyben ki tudjuk szolgálni a Balaton főkajári magángazdákat, vállalkozókat. Köszöntőjében a polgármester úgy fogalmazott, a közösségé ez a ház, már csak együtt tartalommal, élettel kell megtölteni. Avató beszédet dr. Kontrát Károly a belügyminisztérium parlamenti államtitkára mondott. A politikus kitért arra, hogy jó közösségi hely alakult ki a civil szervezet és az önkormányzat összefogásának köszönhetően. Én gratuláltam a főkajáraiaknak, hiszen ez egy nagyon fontos esemény, mert a közösségi házuk elkészült, gyönyörű. Ez a ház kitűnő minőségben megfelelő teret nyújt a főkajáron élőknek, Falu Múzeum Egyesületnek, az itt élőknek, a különböző civil szervezetek tagjainak, hogy a közösségi életüket itt tudják élni. Első osztályú feltételek vannak itt, tehát minden feltétel adott arra, hogy a Balaton főkajár tovább erősödjön, tovább gyarapodjon, hiszen egy település a közösségi élet erejétől is meghatároztatott, tehát itt tudnak kitűzni olyan célokat, amelyek a közösség életét meghatározzák. A nemzeti színű szalag átvágása után elismerő okleveleket adtak át azoknak, akik közösségi munkával vagy más egyéb módon hozzájárultak az integrált közösségi térpályázat megvalósításához. A Falu Múzeum Egyesület elnökének tevékenységét külön is kiemelte a polgármester. Forró Zsolt egy Erdélyből hozott székelyzászlót is átadott az elnöknek az ottaniak üdvözletével együtt. Az ünnepség végén a településen élő festőművész levelét olvasták fel. Kálmán Irma főkajári képeket ajánlott fel, amiket a foglalkoztató falá helyeztek el. Dr. Navracsics Tibor a jövőben külgazdasági és külügyminiszterként támogatja a megyét. Erről a közelmúltban nyilatkozott szerkesztőségünknek egy urkuti csatorna pályázat projektzáró ünnepségén. Magyarország uniós biztosaként is felmerült a miniszter neve, elmondása szerint akkor Brüsszelből is segíti majd Veszprémet és környékét. Az urkuti önkormányzat egy uniós pályázat keretében 528 millió forintos támogatás és 16%-os őrész mellett mintegy 11 kilométer hosszú csatornavezetéket és egy tisztítótelepet építhetett meg. A 651 ingatlant érintő beruházás projekt záróján dr. Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a kormány arra törekszik, hogy csökkenjenek az infrastrukturális különbségek a kis és a nagyobb települések, városok között. A politikust a rendezvényeket
rendezvényt követően jelenlegi feladatairól és a külügyminisztérium céljairól kérdeztük. Vannak olyan országok, amelyekkel elsősorban klasszikus diplomáciai kapcsolataink vannak, vagyis túl sok közünk nincsen egymáshoz, azért, mert mondjuk távoli fekvésű ország, vagy nincsen különösebben szoros kapcsolat, viszont egyfajta diplomáciai kapcsolattartás szükséges. Vannak azok az országok, ahol be kell mutatkoznunk, ahol valahogy a Magyarországnak meg kell jelennie, és reményeink szerint ezt követi majd később az, hogy szorosabbá tudjuk fűzni a kapcsolatainkat. Ezekben az országokban a kulturális diplomácia az, amelyik a legjobb, hiszen büszkék vagyunk a kulturális teljesítményünkre, büszkék vagyunk a tehetségeinkre, a művészetünkre, a kulturális életünkre. A legjobb bemutatkozás egy számunkra ismeretlen országban, hogyha a művészeinket visszük el oda, és a kultúránkat mutatjuk meg. És vannak azok az országok, akikkel kereskedni akarunk, hiszen Magyarország export tevékenységének 80% az Európai Uniós tagállamokba irányul, ami egyrészt jó, mert hiszen ez egy igényes, magas színvonalú piac, tehát jó termékekkel kell jelenlennünk ezen a piacon. Másrészt viszont rossz, mert a világgazdaságban éppen az Európai Unió most az, amelyik a legkisebb növekedési ütemet tudja felmutatni. Vagyis nekünk érdekünk az, hogy találjunk olyan piacokat is, amelyek az Európai Unión kívül vannak, és sokkal erőteljesebben növekednek, mint az európai piac. Gondolok itt a Távol-Keletre, Kína, Vietnám, az ázsiai csendes-óceáni térségre, de ilyen lett Latin-Amerika is. Ezekben az országokban elsősorban a külgazdasági tevékenységünket kell élénkíteni. Az elmúlt időszakban dr. Navracsics Tibor neve uniós biztosként is felmerült. Elmondása szerint, ha jelölik és Brüsszelben folytatja munkáját, akkor is támogatni fogja a térséget. Mivel hivatalos jelölés még nem történt, valóban komolyan felmerült a nevem, ami azt is jelenti, hogy miniszterelnök úr informálisan jelezte, hogy nagyon nagy valószínűséggel, hogyha hivatalos jelöléseket meg kell tenni, ez a nyár folyamán fog történni, akkor az Európai Bizottságban Magyarország engem fog jelölni. Én ezt egy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, egyben egy nagyon nagy lehetőségnek is, hiszen Magyarországnak eddig olyan biztosai voltak, akik a biztosi kinevezésük után nem nagyon tartották a kapcsolatot az országgal. Én szeretnék ebben egy új fejezetet nyitni, hogy olyan uniós biztos szeretnék lenni, aki egyrészt Magyarországgal is szorosan tartja a kapcsolatot, másrészt pedig továbbra is a szülőföldemmel is, tehát a szűkebb szülőföldemmel, Veszprémmel és környékével is szorosan tartanám a kapcsolatot. A miniszter hétfőn hivatalos látogatást tett Pozsonyban, a szlovák államfővel, miniszterelnökkel és külügyminiszterrel is találkozott. A litériek felvidéki, erdélyi és kárpátaljai vendégeikkel közösen ünnepelték meg a Nemzeti Összetartozás napját a hétvégén. A határainkon túli magyarok a Zöldág Gyermek Néptánc csoport 55. születésnapjára érkeztek a községbe. A Litéri Közparkban a Nyugdíjas Klub által felállított történelmi Magyarországot és az elszakított területeket ábrázoló emlékmű előtt gyűltek össze a helyi, a felvidéki, kárpátaljai és erdélyi magyarok. Elsőként a házigazda község polgármestere mondott beszédet. Szedlák Attila kitért arra, hogy a magyar parlament az előző ciklus elején döntött arról, hogy a trianoni békediktátum aláírásának napja a nemzet összetartozásának emléknapja legyen. A nemzeti összetartozás mi vagyunk. Mi vagyunk, akik itt vannak Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és Litéről. Hisszük azt, hogy az összetartozás nem más a mi szemszögünkből, mint az elmúlt több mint 20 év barátsága, szeretete és hűsége. Hisszük azt is, hogy ez az összetartozás csak akkor erős, hogyha a mi küldetésünk nem más, mint a kultúra megtartása, a közös kultúránk átadása. A felvidéki Berencs község polgármestere az első világháborúval kapcsolatos családi emlékeit osztotta meg a közönséggel, majd szót ejtett arról is, hogy a mai Európában könnyebb a nemzetrészek közötti kapcsolattartás. Ahogy 1990 után a helyzet alakult, és most rá csak nem 25 évre, nagyon sok jel arra vezet, hogy minden erőfeszítést, amit csak nem 100 évig, főleg itt Magyarországon fejlettettek ki, az fokozatosan megvalósulhat, még ha nem is pontosan abban a formában, ahogy eredetileg elképzelhető volt, hogy
megteremteni mégis ezt a Nagy Magyarországot, hanem azzal, hogy megalakult az Európai Unió, melynek csak nem minden állam tagja, ahol magyarok laknak, a schengeni határok megnyitották úgy a kapcsolatot, a közlekedést, és mindent ahhoz, hogy szinte mindennapos vendégei és találkozói lehessünk, találkozón vehessünk részt, együtt ünnepelhessünk. Én édes jó Istenem, oltalmazom segedelmem. Az ősi székely himnuszt a Sepsi Szentgyörgyi Székely Mikó kollégium keretei között működő tánccsoport tagja énekelt el, majd a kárpátaljai Eszeny hagyományőrző táncosainak vezetője mondta el versbe foglalt gondolatait a trianoni diktátum következményeiről. A szép kárpátalja lakossága magát ős magyarnak vallja. Ott nyílt meg számunkra a Kárpát-medence, ott ontotta a magyart az áldott verecke. Ezer éves múltat biztosított nekünk, s mi erre a múltra mindig büszkék leszünk. De megjelent Trianon, és sorsokkal játszva csodás országunkat darabokra vágta. Ekkor szlovák, végül orosz lett Verecke, ez a magyarságnak mindenkorra lecke. De mindegy ki, hogy számol, összead vagy szoroz. Ha magyar a magyar, nem lesz abból orosz. És így van ma Bánát, Baranya és Bácska, 70 év óta lent Szerbiában. A beszédek után a felvidéki, erdélyi és kárpátaljai, valamint az anyaországi fiatalok közösen helyezték el az emlékezés virágait a mévesen faragott fatábla előtt. A Balatonalmádi és a Balatonfüredi járási mentőcsoportok közös katasztrófavédelmi gyakorlaton vettek részt. Az akcióban a honvédség tűzszerészei, polgárőrök és a vízimentők is közreműködtek. Az egységek az együttműködést gyakorolták egy képzelt veszélyhelyzet megoldása során. A Káptalan-Füredi strand környékén tartott nemzeti minősítő gyakorlat forgatókönyve szerint a helyi vitorlásklub tagja még jólátási körülmények között edzésre indult, de közben vihar kerekedett és meghibásodtak a hajójelző fényei. Segélykérés közben a vízbe esett a mobiltelefonja, így a mentésirányítási központ csak az induló kikötőt és az irányt tudta. Ezért légi felderítés után megtalálták és partra vontatták a hajót. Az egyik vitorlázót el is kellett látni, mivel megsérült a képzelt viharban. A gyakorlat keretében az egyes szervek közti kommunikációt is gyakorolták a résztvevők. Ennek a mai gyakorlatnak a célja, hogy két járási mentőcsoportunk, a Balaton-Almádiban megalakult Balatonport, illetve a Balatonfüredi járásban létrehozott Balaton mentőcsoport megszerezze a rendszerbeállító és egyben a minősítő vizsgáját, minősítő gyakorlatát. És hogy kerek legyen a történet, a vihar a part közelébe sodort egy robbanóeszközt. Persze ez is csak a gyakorlat része volt. A Balatonkenesén állomásozó tűzszerészhajó ezért a helyszínre sietett. Valószínűleg 100 mm-es tüzérségi gránát gyújtószerkezettel, és nem kilőtt állapotban, ahogy így meg tudom állapítani. A Honvédség tűzszerész ezrede folyamatos munkakapcsolatban van a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, mentőszolgálattal és a különböző polgárvédelmi szervezetekkel. Az együttműködés mindenképpen nagyon fontos, és szerencsére nagyon jól együtt tudunk működni, mert egy bizonyos esetben tűzszerész munkák idején, amikor robbanótestet kell hatástalanítani, ugye annak kapcsán területzárásról lehet szó, területürítésről lehet szó. A mentőszolgálat biztosítja az érintett lakosságnak az egészségügyi ellátását, tehát annyira összefügg ezeknek a szervezeteknek a munkája, hogy ezért nagyon fontos egy ilyen jellegű gyakorlat. Ez ugye ez a helyzet, ez a mai helyzet egy kicsit speciálisabb, mint ami általában történik, mert itt egy vízi esetről van szó. A műveletirányítás itt a baja. A búvárok végrehajtották a felderítést, valóban robbanótestről van szó, egy 100 mm-es tűzérségi gránát nem kilőtt állapotban, tehát ki tudjuk emelni, el tudjuk szállítani. A tűzszerészek könnyű búvárjai hozták a felszínre a feltételezett robbanóeszközt,
Mindeközben a parton a polgárőrök biztosították a területet, kiürítették a strandot, és mivel az időjárás nem volt kegyes, és még be is sötétedett, a forgatókönyv szerint ezért sátrakat állítottak fel. Mi van itt, műveletirányítás, mentőcsoport parancsnok jelentem, az egészségügyi sátor a beteg sérültek fogadására készen áll. A Balatonfüredi és Balatonalmádi járási mentőcsoportok jól vették az akadályt a képzelt veszélyhelyzet elhárítása során. Különleges kispályás labdarúgó tornát tartottak a hétvégén Balatonkenesén. A kezdeményezés lényege az, hogy a mérkőzések alatt nincs bíró a pályán, a játékosok megegyeznek a szabályokról, és azokat kölcsönösen betartják. A meccsek közötti szünetben táncosok szórakoztatták a résztvevőket, délután pedig az újságíró válogatott lépett pályára. A FIFA 2012-ben indította útjára azt a kezdeményezést, amihez hazánkban az Oltalom Sport Egyesület csatlakozott főszervezőként. A cél az, hogy az egyes egymással vélt vagy valós érdekellentétben álló társadalmi csoportok az esélyegyenlőség és a párbeszéd jegyében a Fair Play foci különleges szabályainak segítségével kezdjenek párbeszédet, alakítsanak ki pozitív emberi kapcsolatokat. A 14-es számú játékos viszont nem hagyott kérdést a felül. A foci olyan, mint az élet. Arról szól, hogyha úgy érzed, hogy valami nem stimmel, akkor ne kelljen egy felsőbb hatalomhoz, egy bíróhoz vagy bírósághoz fordulni, hanem tedd föl a kezed és állj ki az igazadért. Erről szól ez a program is, hogy nincsenek bírók, hanem képzett mediátorok vannak, akik segítik a meccseket lebonyolítani. De hogyha valaki úgy érzi, hogy valami problémája van, vagy valami szabálytalanság volt, akkor nem kell kinézni a pályáról, nem kell bírót keresnie, hanem fölteszi a kezét, megáll a játék, és megbeszélik, hogy akkor miért volt ez, és hogy ennek milyen következménye legyen. A Kenesei sportpályán a házigazda egyesület elnöke köszöntötte a megjelent csapatokat és szurkolókat. Zubor Zoltán elmondta, hogy helyi szinten a közösségépítést tartották szem előtt, amikor helyet adtak a roadshow-nak. A Balatonkenesei labdarúgó klub mérkőzése után a közösség építése is nagyon fontos, hisz mindig egy vacsorára minden mérkőzés után összeülünk, tehát a közösségépítés. Azt gondolom, ez a rendezvény is alkalmas arra, hogy a közösséget építsük, különböző társadalmi csoportok ne az utcán munkájuk közben találkozzanak, hanem esetleg a futballpályán egy kicsit más környezetben. Korlátlan számú csere lehetséges, és elindult a játék. A kultúraházának dolgozói is pályára léptek, nevükben Györfi Károlyné üdvözölte az indulókat. A szervezőktől úgy értesültem, és úgy tapasztaltuk, hogy széles együttműködéssel valósul meg ez a mai rendezvény, ez a mai program, úgyhogy én ezúton is köszönetemet fejezem ki az Oltalom Sport Egyesület és a Kenesei Sport Egyesület vezetőinek és a tagságának, hogy megrendezték ezt a rendezvényt. Ha azt vesszük számba, hogy a kulturális területen és a sport területén melyek azok a fontos dolgok, amelyek azonosak lehetnek, akkor azt hiszem, hogy nagyon sokat tudnánk felsorolni. Neveztek a Fair Play kupáért a horgászok, a rendőrök, a honvédek, a helyi klub, valamint a szervező Oltalom Sport Egyesület is. Ja, mondom, ha a másik játékos a másik csapatból elesik, felsegítitek, nem káromkodunk, akkor ugye látható a focinál néha ez az obszén káromkodás, ezeket így hanyagoljuk itt. A meccsek mindig megbeszéléssel kezdődtek itt, a játékosok egyeztettek azokban a szabályokban, amiket magára nézve mindenki kötelezőnek ismert el. A mérkőzések végén aztán közösen beszélték meg, hogy milyen volt bíró nélkül kergetni a labdát. A szünetekben különleges táncprodukciókat nézhettek meg a labdarúgók és az érdeklődők. A Freestyle Dance Factory tagjai a közelmúltban kategóriájukban világbajnoki címet szereztek. Az Egyesület autósport szakosztályának oszlopos tagja Vas Károly is elhozta versenygépét. A kispályás meccsek után gála mérkőzés következett, ahol a már visszajáró vendégnek számító magyar újságíró labdarúgó válogatott lépett pályára a házigazdák csapata ellen. Először is megint szeretném megköszönni a szervezőknek a meghívást. Immáron több éve vagyunk hivatalosak ide Balatonkenesére. Ez egy új kezdeményezés, úgy hallottuk.
minden ilyesmi mellé szívesen állunk, és örülünk neki, és reméljük, hogy lesz ennek folytatása is. Hogy van mostanában az újságíró válogatott? Köszönjük szépen, itt a nyári turné közepette egész jól, a Balatonhoz mindig szívesen jövünk. Vannak felkéréseink, próbálunk, igyekszünk mindennek eleget tenni, többé-kevésbé sikerül is, úgyhogy dübörög a szezon. A mérkőzések végén minden indulót emlékplakettel jutalmaztak. A legjobb nem az lett, aki a legtöbb gólt rúgta, hanem az, aki a többi csapat szerint a legsportszerűbb játékot játszotta. És micsoda feltétel momentumot. Most pedig következzenek fontosabb híreink még egyszer röviden. Avató ünnepség Főkajáron. 4 év után nyitotta ki kapuit a művelődési ház. Nemzeti összetartozás napja. Felvidéki, erdélyi és kárpátaljai magyarokkal emlékeztek a litériek. Fair play. Különleges focigálát tartottak Balatonkenesén. Híradónk után a Litéri Zöldág 55 éves születésnapi gálaműsorán készült összeállításunk első részét nézhetik meg. Látogassák meg internetes oldalunkat, itt a tudósításainkat és korábbi híradóinkat is megnézhetik. Kövessenek minket a Facebookon. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszontlátásra!